A hálaadás egy olyan elmélyült érzelmi állapot, amely tudatosabbá teszi jelenlétünket a mindennapokban, segít megjelölni azokat a helyzeteket, hosszabb, rövidebb stációkat, amelyekben épp vagyunk, vagy éppen lezártunk valamit. A hála kifejezése javítja az életminőséget és segít megélni a pillanatokat a rohanó világban. De hogyan lehet a hálát tudatosan gyakorolni, és milyen hatással van az életünkre? Új évadunkban itt van velünk újra a dr. Ferenczy Jenikő mentálhigiénés szakember. Kilégzés rovatunk következik. Szeretettel köszöntelek, Enikő, olyan jó, hogy újra itt ülhetünk. Köszönöm, hogy újra itt lehetek, már is hálás vagyok ezért. És nagyon jó, hogy ezt a témát választottad, a hálaadást valóban. Tehát annyira úgy gondoljuk, hogy ez szinte már beívódott a hétköznapjainkban, mégis, hogyha a gyakorlásáról van szó, akkor egy picit, mintha nem figyelnénk eléggé rá, nem szentelünk elég figyelmet. Hogy látod, külön fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy hálát adjanak néha napján? Mindenképpen, és lehet, hogy időt is kellene választani. Amúgy ez az őszi, kora őszi időszak, ez különösen jó. Már csak azért is, mert ugye a természettel egy picit összhangba kerülve, azért most történik az őszi betakarodás, meg nagyon soknak ez egy új ciklus kezdete. Úgyhogy mindenképpen jó figyelem felkeltő, és teljesen egyetértek azzal, hogy úgy gondolom, hogy nem fókuszálunk erre eleget. Azt viszont nagyon gyakran szoktuk mondani, hogy hála a jó Istennek. Hogy mit gondolsz erről, hogy például ez is a hála gyakorlásának az egyik formája, vagy esetleg elegendő ez akár így a hála gyakorlásának szempontjából? De jó, hogy ez eszedbe jutott, mert ez egy olyan szép kifejezés, amit valószínűleg naponta használunk, nem annyira tudatosan, de hogyha megnézzük a gyökereit, akkor gondolom, hogy ez egy ima rész lehetett valamikor, amikor az embereket tudatosan megtanították arra, hogy mindig hálát adjanak. Tehát most gondolok akár ilyen nagyon egyszerű dologra, hogy az új kenyér sütésekor hálát adtak, vagy akár a kenyér megszelésekor, de ez egy olyan szép kifejezés, ami ugye ott egy kincset rejteget magába, és talán ehhez is vissza lehet menni, hogy hányszor használjuk úgy, hogy érzelmileg vagy kognitívan nem is hangolódunk erre rá. Így van, hát ha működik egyébként, hogyha egy picit tudatosítjuk, akkor valóban még hozzáteszünk valamit, hogy miért is vagyunk hálásak, tulajdonképpen elgondolkodunk. De miért lenne fontos, hogy gyakoroljuk? Milyen hatással lehet a mentális egészségünkre mondjuk a hála gyakorlása? A lelki egészségünkre az nagyon nagy hatást gyakorolna. Én arra gondolok, hogy alapvetően, amikor az ember elindít magában egy folyamatot, ami a háláról szól, akkor beindít egy érzésvonalat, és én azt mondanám, hogy a boldog életnek a titka, vagy ha enyhénben fogalmaznék, akkor a boldogtalanságra jó gyógyír lenne. Mert elindít valamit, amikor az ember leállít egy sorozatot, tehát hogy ebben a panaszkodó világban, mert azért nagyon szeretünk panaszkodni. Igen, mint ha könnyebben megy ez a része. Igen, de hogy ez is egy ilyen szokás, hogy divatos panaszkodni. Tehát most gondolj bele, hogy ezt leállítanánk és elkezdenénk csupa jó dolgot mondani, akkor nagyon gyanúsak lennénk. De hogy tudatosan is le kell állítani ezt a folyamatot, és ha azt mondanánk, hogy na jó, akkor most gondolja arra, hogy mennyi dologért lehetsz hálás. Tehát én például a terápiában ezt gyakorlom. Tehát a nagyon negatív, nagyon depresszióra hajlamos emberekkel szoktam ezt gyakoroltatni, sőt házit is hagyok, és amikor beszélgetünk is egy idő után, leállítom, hogy na jó, akkor most fordítsunk egyet. És mi lenne, hogyha abból a szögből közelítenénk meg, hogy most jelen pillanatban hány dolog miatt lehetsz te hálás? És tehát kiderül, a pohárnak a tele oldalát. Igen, ez mindig visszatértünk. De hogy kiderül, hogyha egy picit önreflexívebben vizsgáljuk az amúgy nem túl jól minősített életünket, kiderül, hogy nagyon sok jó dolog van benne. Eszembe jutnak egyébként inspiráló beszélgetések, akár itt a kanapén ülve, amikor olyan történeteket hallgathattam végig, hogy tényleg szinte ilyen kilátástalan helyzetben, hogy lehet a jóra fókuszálni, és arra mindig van valami, amiért hálásak lehetünk. Na de hogyan kezdhetjük el tudatosan gyakorolni a hálaadást? Hát például úgy, hogy elhatároztuk. Hogy akkor jobban fogunk figyelni. Ez attól függ, hogy magánemberként akarjuk ezt beépíteni az életünkbe, mert akkor én azt ajánlanám, hogy mondjuk egy hetet szenteljünk arra, hogy ezentúl minden nap egy picikét esténként arra fókuszálok, hogy miért lehetek hálás.
Én magam is szoktam nehezebb időszakokba vezetni, nem csak a klienseimtől kérem, hogy akkor minden nap a végén lejegyzettelem, hogy milyen jó dolgokat éltem át. Tehát akár testileg, akár lelkileg is, mert azért ez mindig fontos, ez a testi-lelki állapot. És akkor egy hét után az ember megnézi, hogy mennyi jó dolog történik vele. Uh-huh. És egy picit visszatérve a te mondatodhoz, hogy néha egész reménytelen helyzetekben is milyen fontos, gyógyíthatatlan betegekkel a halál küszöbén szoktuk ezt gyakorolni lelki gondozóként, hogy amikor már abszolút reménytelen a lét, amikor tényleg már a napjait számolja, és ez egy pszichológiai módszer, hogy akkor visszamegyünk, és tartunk egy életelemzést is, és hagyjuk, kérjük, hogy meséljen az élet szép dolgairól, és a legkülönlegesebb az, hogy az emberek, amikor erről mesélnek, teljesen átalakul az arcuk, mert hogy megtelnek egy csomó jó érzéssel. És mi minden történhet a szervezetben, igen, és akkor teljesen másként látod azt, hogy ez miről szól. Úgyhogy mindenképpen érdemes megtanulni mindenkinek. Tehát a hálával telített hétköznapok talán kevesebb stresszes időszakhoz vezethetnének, mert hogy szinte úgy vagyunk, vagy úgy gondolunk erre is, hogy mint ahogy a Jóistenhez, hogy amikor valami nagy baj történik, akkor fordulunk oda, hogy a hálaadást a stresszes időszakokban, ha gyakoroljuk, csak akkor valószínűleg, hogy annak egy ilyen hosszabb kimenetele kell legyen, és akkor nem érkezünk el mondjuk egy olyan élethelyzetbe, akár a hála gyakorlásával, ami kilátástalan, mert akkor könnyebben megy a fókusz. Hát a stressz megoldásnak... Most jól megbonyolítottam, de... Nem, a stressz megoldásnak pont az lenne a lényeg, hogy bevezetsz valamit rendszeresen az életedbe, ami kimozdít, mert miről szól a stressz? Egy ilyen körforgásról, amiből nem tudsz kiszállni, amikor azt érzed, hogy nem éred utol magad, és teljesen beleülsz egy negatív létérzésben. Na most ehhez képest, ha azt mondod, hogy például minden este egy picit számvetést tartasz, tehát akár lefekvés előtt, vagy például vallásos emberek ezt ugye ezt mélyebben is gyakorolják, de hogy ennyi egy picit, vagy napközben a stresszes ember álljon meg, és gondolja végig, hogy ebédnél, hogy mi történt. Sőt, ha most visszamegyünk a nap elejére, stresszes ember kezdheti azzal a napot, hogy akkor 10 perccel hamarabb kell, mint szokott, 10 perc az egész, és akkor úgy iszta meg a reggeli kávéját, hogy egy picit így ráhangolódik a jó dolgokra, és pont ez a titok, hogy a környezetünk lehet sokféle, de mi határozzuk meg, a mi hozzáállásunk határozza meg az alaphangulatunkat és létünket. Tehát, hogy úgy nyakon csípjük ezeket, akár napközben, mert nagyon jó, hogyha így indítjuk hálával a napot, de hogyha napközben is utolérnek a negatív gondolatok, akkor így nem, most nem erre koncentrálok, hanem épp valamiért hálás. Észreveszem, hogy miért lehetek hálás. Ez egy forgatás. Én ezt úgy gyakorolom terápiában, egy nagyon egyszerű módszer, hogy egy fémpénzt kell venni, és akkor megbeszéljük, hogy a fémpénznek az egyik fele, mondjuk a számos része, az ott lehet panaszkodni, lehet hagyni a rossz dolgokat, és akkor időközönként ezt megforgatni. Uh-huh. És aki nagyon nem tud átállni a terápiában sem, egy ide után jelzem, és utána pedig nem, csak egyszerűen megfordítom a pénzt, az érmét, és ő már tudja, hogy ez miről szól. Ugyanígy ezt ki lehet rakni otthon is. Ezek olyan banális kis módszerek. De próbálja csak meg valaki, és meg fogja látni, hogy ez működik. Vagy nem beszélve arról, hogy például a hálanapló vezetés az egy pszichológiai módszer. Ezt nem véletlenül találták ki, hogy jó arra ráhangolódni. Tehát miről is szól ez, hogy leírjuk a gondolatokat, vagy reggel, vagy este, hogy miért vagyunk hálásak. Én például egy darabig ezt gyakoroltam, és tényleg nagyon és jó. Milyen és milyen jó volt? Visszaolvasni. Ugyan? Aztán abba hagytam, pedig jó lenne visszatérni. De úgy, ahogy a segítségkéréssel is azért bajban vagyunk, úgy szerintem most a hálaadásnak arra a formájára szeretnék célozni, hogyha egy embertársunknak szeretnénk kifejezni a hálánkat mondjuk, akkor miért lenne ez fontos, hogy meg tudjuk tenni, vagy fontos lenne ezt kifejezni egyébként szóban is minél többször? Hát mindenképpen, de gondoljunk bele, hogyha hogy most mondjuk eldöntjük, tehát ez is lehetne egy heti feladat, hogy minden nap valakinek hálát fogok kifejezni, és ez nem úgy szokott működni, hogy akkor így nagyon kell koncentrálnom, hogy akkor kinek és mit, hanem ebbe az ember nagyon szépen beleszáll. És nem csak egy jó dolgot csinál, de mielőtt valakinek egy szép dolgot mondunk, azelőtt megszületik bennünk az az érzés, hogy miért is lehetek én neki hálás,
és ráadásul vele is jót csinálunk. Gondoljunk arra, hogy például a párkapcsolatban mennyire ez fontos. Tehát ezeket elfelejtjük, de itt bejön meg én az, hogy ahhoz, hogy lelkileg mi jól legyünk, ahhoz nagyon tudatosan kell élnünk. Tehát senki nincs jól csak úgy, hanem többnyire azért, mert dolgozik, mert kemény, tudatos munkával figyel arra, hogy jól legyen. Szerintem a hála is ilyen. Igen, valóban, tehát lehet, hogy ez egy kulturális vonás, hogy nem gyakoroljuk eleget nálunk a hálaadást, mert remélem, hogy azért sokunknak van olyan élménye, hogyha kapunk egy ilyen üzenetet, vagy elmondja valaki szóban, kifejezi valamiért a háláját velünk szemben, hogy ez milyen csodákat képes művelni, tehát tényleg elemel a földtől azt, hogy valaki hálás neked valamiért, valami pozitívumot kiemel. Nem beszélve arról, hogy két ember közt egy nagyon erős kapcsolódás, de az a vicc, hogy tényleg van, amiért hálásak legyünk. Tehát itt nem olyan valamiről beszélünk, amit olyan nagyon elő kell venni és össze kell gyűjteni, hanem alapvetően egy picit a fókuszunkat kell más fele irányítanunk. Míg az amerikaiaknak ugye van egy ünnepük is, amit így neveznek a hálaadás, addig mi egy picit megfeledkezünk róla, de remélem, hogy ez a beszélgetésünk is szerintem egy picit azért így boncolgatta, vagy az emberekben mindenképp elültettük azt a magot, hogy valamiért legyenek hálásak, gondolják végig. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.